Az Egyesület színháztermében minden korosztály fellépett a legkisebbektől a legidősebbekig. Bemutatkoztak az amatőr festők, a népdalcsoportok, a néptáncosok, a citerások, a népmesemondók és a színjátszók is. Az évadnyitó műsornak valójában az a lényeg, hogy minden művelődési egyesületünkben működő egyénnek, szakcsoportnak lehetőséget adunk a fellépésre és a bemutatkozásra, és így módon bemutatják az elmúlt idénynek egy-egy részleteit. Az évadnyitó műsor ugyancsak arra is szolgál, hogy új tagokat toborozzunk, és azt reméljük, hogy a következő évben többen leszünk a színpadon, illetve többen lesznek a nézőtérben is. A Múzsiai Művelődési Egyesületben is fontosnak tartják a fiatalok bevonását a munkába. Bemutatkoztak a fiatal citerások, a kórus és a néptánc csoport tagjai is. Két tánccsoportom lép föl, a kicsik, ők vannak 15-en, ők ilyen gyermekjátékkal fognak fellépni, és a nagy tánccsoport, ami vegyesen van középiskolás és felnőtt korosztályból, ők moldvai táncokat adnak elő. Az Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy ezúttal Zombori Gáspárnak, az Egyesület házmesterének aranyplakettal köszöni meg az elmúlt 20 évi szorgalmas munkáját. Őszintén magam nem vártam. Ez egy nagy meglepetés volt a számomra, nem vártam, mivel fizetett, úgymond a munkás vagyok, nem vártam. Hát, nagyon örülök neki, persze. Az Egyesület székházában december 9-én a Mozdulj Petőfi programsorozat keretében lépnek újra közönség elé a múzsiai műkedvelők.